Vidáman játszanak a lurkópalota kis csoportosai a csoportszobájukban. Látszik, hogy már egy ismert és megszokott környezet fogadja őket nap mint nap. A 2024-2025-ös nevelési év szeptemberében összesen majd 90 új kisgyermeket vártak a kalocsai intézmények. A beszoktatás időszaka úgymond lezajlott, azaz a szülős beszoktatás időszaka lezajlott, ezt mondhatjuk, hogy zökkenőmentes volt. Mindenképpen igazodtunk a szülők és a gyermekek igényeihez, figyelembe vettük ezeket, az Obonénik igyekeztek minden szülő kérését, kívánságát, amennyire csak lehetett az intézményes keretek között megvalósítani, és igencsak nagyon szépen beszoktak a gyermekek. A szakember hangsúlyozta, hogy nem beszélhetünk végleges beszoktatás, hiszen az eddigi szocializációs szintér most kitágult, bővebb területet ölel fel. Ismeretlen emberek, ismeretlen környezet, ismeretlen pajtásokkal kerülnek kapcsolatba, tehát nagyon fontos az, hogy továbbra is figyeljük őket, kapcsolatot tartsunk a szülőkkel szorosan, és hát ugye tudjuk ilyenkor, hogy a betegségek is könnyebben jönnek, új bacillusokkal ismerkednek a gyermekek, és ez tulajdonképpen a beszoktatási időszaka az egész évre értendő, az egész nevelési évre. Az ősz eleji időszakban szerencsére még nem jellemző, hogy a megbetegedések száma a kisgyermekek között jelentősen megnövekedne. Az intézmények házirendjében benne van, hogy miként kell cselekedni, ha a szülő észreveszi, hogy beteg a kicsi. Ha betegség van, akkor azt orvosi igazolással kell igazolni, és csak egészséges gyermek jöhet az óvodába. Előfordulnak már kisebb náthág, orfolyás, de természetesen a szülők tudják, ezt jól kezelik, és hogyha beteg a kisgyermek, akkor nem hozzák az óvodába. Az új nevelési év zökkenőmentes indulása egyértelműen a családokkal való sikeres együttműködésnek is köszönhető.